A másik az lát engem. Csövi! Ugye ha felette vagyok, akkor nem robban fel, igaz? Oh. Hát az felrobbant. Oh my god! Na szevasztok és sziasztok, én Salátok 2000 vagyok, és üdvözöllek titeket a csatornámon, és üdvözöllek titeket a Minecraftban. Na, ugye már itt fogok folytatni, mert az ezelőtti részben itt hagytuk abba. Le akartunk ugye menni a bányába, mert ugye az ezelőtti részben megépítettük a házunkat. Az a helyzet, hogy... hol volt a házunk? Na várj. most meg kéne találni a házunkat. Ja, hát várj, itt volt valahol a víz mellett, gondolom. Na várjunk csak. Hát az így jó, hogy így elvesztettem a házamat. Most keresni kéne a házat, nem? Egyáltalán mi ez az inventory? Hú. Nem tudom, hogy most mi legyen. Hát az óceánt kell megtalálni. Hát az óceán. Csak mit lesz, nem? Itt balra. Ott van, nem? Itt a ház. Megtaláltuk. Jó van. Hát ez a házom. Már nem megmutatom. Szóval, itt bemész, és hát igazából ennyi. Most ebbe a részbe színesebben látjátok. Na, ja. Hát akkor én azt mondanám, hogy akkor pakoljunk be mindent. De várjál, hogyha most ezt kiütöm, akkor mindenki esik belőle, vagy csak az, ami alján van. Várjál, akkor ezt ütöm ki. Jó, és akkor ezt berakom. Belepakolom azt, ami belefér, aztán akkor utána mi a többi. Na, viszont hova kéne rakni? Igazából a belsejét azt gondolatban el se terveztem, hogy hogy legyen a belseje, de hát tudom, hogy most bányászni kellene menni ebbe a részbe, de most akkor előbb hoztunk be mindent. Ja. Akkor még ezt is itt kiüssük. Remélem minden elfért, amit mondtam. Ó, hát simán. Na. Akkor ezt idő. Ígyni. Na, srácok, akkor amíg itten pakolászok, el szeretném mondani, hogy amúgy akartam csinálni egy livestreamet, mit szóltok hozzá. És hogyha valamilyen ötletetek van, hogy miről szóljon a livestream, akkor azt írjátok meg egy másik videóm alá, szóval a Minecraft Hardcore másik részéhez, vagy valamik másik videóm alá, mert ebbe a videóban nem lesznek beaktiválva. És akkor írjátok akkor meg, hogy akkor mit szóltok hozzá, meg hogy akkor mit csináljunk benne, ugye Roblox Getting Over It vagy Minecraft, és ja, igazából ennyi, szóval valamikor így ezen a héten fogom majd elindítani, majd a Instagramon még több információt adok, ott elmondom majd pontosan, hogy mikor lesz, szóval csekkoljátok le, a link a leírásban, és várjunk már, fel lehet jumpolni, hát szerintem fel lehet, hogyha nem vagyok béna. Fel lehet jumpolni a házamnak a tetejére. Fel lehet, ha nem vagyok béna. Na várjál, most sikerül.
kajak amúgy. Azt is terveztem, hogy parkúrozni kéne. Ó, azt, ez milyen szép. Naplemente itt a háztetőn. Ennél szebb nincs a világon, mi? Na, belsőre lett, úgyhogy menjünk aludni. Már feljött a hold is. Ja. Az ágyamat, no, beraktam a ládába. Az is logikus, hogy mik férnek el a láda, ja, ládába. Na, akkor reggel van. Akkor reggelizenk. Kelleni fog. Hús. Húsas finom leg... A hús az finom reggeli. Na. Hát, igazából fogalmam sincs, hogy akkor... Valahogy amúgy ezt ki kéne díszíteni szerintem ezt az ágyat. Most már leraktam, hogy akkor ide, meg ide valamit kéne rakni, hogy ágyat, meg crafting team, vagy nem tudom. Kajak, várja, arra rakom ezt a kettőt. És akkor így ilyen design. Az egyikre például fákja, vagy másikra meg ilyen virág, vagy valami ilyesmi, majd... Majd mi minden designolunk. Meg adhatok ötleteket is, adhatok. De ez a videó alá most sajnos nem, mert ez deaktiválva lesz itt a komment. Sajnos. De, ja. Hát akkor azt mondanám, hogy akkor menjünk lebányászni. És hogyha tetszik eddig ez a videó, akkor nyomd rá, írd lájkot. Hát mi kell a bányászhoz, vagy kellni fog ilyen csákány. Ennyi csákány azért nem is fog kellni, vagy viszek le földet. Három csákányt. Vagy mit csinálok. Kellni fog fa. Bot. Viszünk baltát is, meg pár ásút, aztán. Hát meg még akkor elviszem ugye akkor az, ezeket a ezt, meg ugye crafting tables. És akkor azt mondanám, hogy utcú neki. Na. Ja, hogy még hús is kell. Hát eléggé kevés van. Na mindegy. Hát akkor ássunk le. Ja, amúgy a fényet feljebb vettem, hogy ne kelljen fákja. Ja. Szóval, akkor most timelapse, és ha találok valamit, akkor szólok. Na srácok, találtunk egy NPC bányát. De az a helyzet, hogy lehet, hogy most nem láttatok semmit. Hát azt ajánlom, hogy a fényerőt a telótoknál vegyétek fel, mert különben szerintem nem láttatok semmit. És hát akkor most hozok fákját, mert hát tényleg azt hittem, hogy nagyon világos lesz. Hát várjál, most beállítom itt Video Settings, és akkor... A brightness itt van. Az maxra van. Szóval, hogy így. Vagy az a szélesség? Az is lehet, hogy az a szélesség. Na várj, nem a full screen az, nem? Mi? A shadow. Akkor lehet, hogy nincs is olyan. Na mindegy. Akkor lehet, hogy ez tényleg a méret. Na mindegy, szóval. Hát akkor valamiből csinálni kéne ugye fák. Ja, hát azért gyűjtöttem fát, nem? Hogy csináljak faszint. Akkor megfogom ezt a cuccost. Meg megfogom ezt. Ezt ide le.
És azt oda, azt meg oda, bele. Na. Akkor most várunk, amíg nem lesz kész a faszénunk. Na srácok, akkor meg is van a 15 szenünk. Amúgy azt veszem észre, hogy a videóimban valahogy nagyon sok a timelapse van. Nem tudom, hogy miért csinálok ennyi timelapse-et. De most jövök rá amúgy, hogy valahogy nagyon sok timelapse-et szoktam használni a videóimban. De amúgy, ja. Amúgy a véleményetek itt. Véleményeteket írjátok meg a kommentbe, ugye egy másik videó alá, hogy milyen lettem úgy a ház. Hát nekem ugye ez nagyon tetszik itt a sárga ablakkal, ami így néz az óceánra, meg te ide. Azt, hogy itt van egy creeper, akkor az ugye nem tud csinálni semmit, aztán ide jövök, hogy csövi. Szóval az nagyon munkás lehet, tudod, nem kell így felugrani az ablakba. Hanem itt szerintem ez tök menő, szóval hogy ott van kint valaki, akkor az tök menő néz ki. Hogy egyszerűen itt egy ilyen fal így elválaszt, meg minden. Na mindegy, szóval akkor megvan akkor a szén, akkor menjünk le bányászni, akkor ugye találtunk egy NPC bánya, vagy NPC, nem NPC, szóval NPC, szóval no player karakter bánya. Ha valaki nem tudná, már most tanultunk valamit. Hát akkor csináljunk akkor fákját. Jó. Bum. Na, és akkor világítsuk ki, ha nem tudom mennyinél kellene rakni, akkor rakok itt egyet. Kb. Olyan itt egyet. Szóval raktam. Itt csak úgy van fél. Ezt ti is látjátok? Ja, hogy... Ja, vagyok, ide van. Jó. Ja. Na, itt van. Hát csak néztem, hogy csak úgy van ott fény, azt nincs is ott fákja, na. Úgy, oda is egy. És, úgy leestem, leestem, gyors világítsuk ki, nehogy valami megtámadjon. De az a helyzet, hogy ó! Ó, mit látnak szemeim. Az a helyzet, amúgy, hogy hardcore-ba vagyunk, szóval várjam már. Szit. Nehogy megtámadjanak. Na. És akkor szép nyugisan, akkor az első vasainkat ássuk ki. Ebbe a részbe, ebbe a felhozatban még nem is találtunk vasat. Ja, szóval amúgy ja, akarok livestreamezni. Ugye azt már mondtam meg, akarok a Minecraftba parkúrozni, szóval ahhoz van-e kedvetek. Meg el akarok kezdeni egy olyan sorozatot is, hogy hogyan készült, vagy hogy nem hogyan készült, hanem csak annyi, hogy hogyan pont. Szóval, hogy például ilyen tutoriál, szóval, hogy hogyan csinálj például kaktuszházat a Minecraftba, vagy hogyan legyél 100% gameplay, ez szerintem Barninak hasznos lenne. Szóval... Ja... Írjátok meg akkor a kommentbe, ugye másik videó alatt, a, azt, hogy mit, a, mit gondoltok erről. Szerintem úgy a sineket is elviszem. És... Akkor menjünk is tovább. Jó. Oh my god! Az egy creeper. Nézd, milyen mi a fele az? Az ott egy creeper. Hú. Na jó, hogy kell elbánni egy creeperre kar nélkül? Nem akarom, hogy majd most vége legyen. Mi legyen, srácok? Ó, na jó, észrevett? Nem. Tudnám azt csinálni, most csak így elzárom, most csüssz, nem foglalkozok veled. De nem tudom, hát mindegy, elbarikározok, csüssz, na. A csüssz az azt jelenti amúgy, hogy szia, szóval. Tudod, hogy elköszönéskor, ha esetleg nem tudnátok, na ezt is tanultuk máma, hát.
Már elég sok mindent tudunk. Na, várja. Viszont akkor ezt így beépítem így. Hogy ugye fel tudjak majd menni. Így né. Na viszont akkor még mit kéne itt még csinálni. Hát akkor elnézek. Akkor elnézek erre. Oh my god, mi ez a sok creeper itt? Ó! Ugye ha felette vagyok, akkor nem robban fel, igaz? Oh. Hát az felrobbant. A másik az lát engem. Csövi! They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it because... Na mindegy. Hát akkor ott sem megyek le. Mi az a sok creeper bakke? Erről szól a Minecraft hardcore túlélő, hogy telirakják creeperrel az egész... Itt is van egy járat. Bakke. Az ott mi? Mi az? Csak egy zombi. Mindegy, azon most nem foglalkozunk. Bakker. Most nagyon félek amúgy, hogy bármikor ideugrik egy creeper pofámba. Mondjuk hát nem egy horror játékkal játszunk, de hát akkor is megtörténhet. Ez Minecraft, hát ez... Bármi megtörténhet. Na srácok, akkor én azt javasolnám, hogy menjünk el erre. Hát aztán azt... Ja, nem találtunk gyémántot, de viszont találtunk vasat. Hát figyelj már, hát... Az már nagyon nagy előny. Ja, meg figyelj, találtunk szenet. De amúgy az is elég ritka amúgy, hogy 10 darab vas. Egyen, szóval szerintem valami nagyon ritka dolgot találtunk, vagy az abból sok van mindig egy helyen, nem tudom. De én szerintem most állok életembe elsőnek ennyi vasat egy helyen, de hát írjátok meg a kommentbe, hogy ti már találtatok-e. Ugye a másik videó alá ezt is. Na, de viszont még akkor ezt a szenet kiásom. Na és akkor ennyi lett volna. Itt még ki kell jönnöm. Hát akkor itt befejezem a részt. Remélem nem fog creeper jönni, amíg itt befejezem. Na, szóval. Ennyi lett volna. Találkozzunk a következő videóba. Ha tetszett ez a videó, akkor mindenképpen lájkold. És ha nem akarsz lemaradni újabb tartalmakról, akkor iratkozz fel, és nyomd meg a csengőt. Na de ennyi lett volna, viszlát és hello!